nagyon nehéz mérkőzés volt. Úgy készültünk, hogy szeretnénk belerálni az első 15-20 percbe a Dunaújvárost. De sajnos nem sikerült, mert már az elején is nekik volt 2-3 helyzetük kontrából. Aztán ugye jött ez a 5 perces lefagyás, amikor kaptunk 3 gólt. De viszont úgy érzem, hogy a második fél időben nagyon nagy akarásnak és nagyon nagy hajtásnak meg lett az eredménye, és itt sikerült egyenlíteni. For me it was not penalty, because I didn't touch. Szerintem nem volt büntető, hiszen alig értem hozzá az ellenfél játékosához. Rossz labdát kaptam, próbáltam lekezelni, nem sikerült. Futottunk hátra, próbáltam szerelni, de ismétlem, szerintem nem volt büntető. Ezek után azt még kevésbé értem, hogy miért kaptam piros lapot, különösen, hogy miért állítottak ki egyből. Ez egy nagyon rossz nap volt számomra, de ilyen a futball, a végén legalább sikerült egyenlítenünk. Volt a meccs elején egy kiállítás, ami a sorsdöntő volt, főleg az első fél időben. Nem volt védekező középpályásunk, ugyebár ugye én kezdtem a mérkőzést védekező középpályásként, utána a kiállítás után visszamentem a védelembe, és hát sajnos középpályán nem volt olyan játékosunk, aki ütközött volna. Így nem csak egyel kevesebben voltunk, hanem mondhatni 2-3-mal, úgyhogy első fél időben nagyon nehéz volt. Nem is értem, hogy szögletből hogy tudunk gólt kapni ilyen kis csapat ellen, főleg az, hogy kétszer egymás után. Úgyhogy 3-0-nál bejöttünk az öltözőbe, kaptunk egy jó fájmosást, és tényleg kimentünk, hogy igazából semmi vesztenivalónk nincsen, az életünkért küzdöttünk, értünk is, illetve szurkolókért is. Úgyhogy kis szerencsével meg is tudtuk volna nyerni a mérkőzést. Minden megtettünk a másik félidőbe, de azt gondolom, hogy az elsőben nagyon kibáztunk, ugye volt egy kiállítás, ami elég kétes volt, aztán nagyon kibáztunk, két szöget után kaptunk még két gólt, és ott is próbáltam mindent megtenni, hogy szépítsünk, majd a másik félidőbe úgy jöttünk, hogy nem hogy egyenlítsünk, vagy gólokat rúgjunk, hanem hogy megnyerjük a mérkőzést, és hát egyenlítés lett a vége. A második fél időben nem volt veszíteni valónk, 3 vagy több gólt kellett rúgnunk, végül 3 pontot nem, de egyet sikerült szerezni, ami nagyon fontos lehet a későbbiekben. Kedden nagyon fontos mérkőzésünk van, mire számítasz? Nagyon nehéz mérkőzés lesz, ugye az emberekben benne van a szerdai, illetve a mostani meccs, két nehéz talajú pályán játszottunk. Ilyenkor az ember ugye fáradtabb tud lenni, úgyhogy próbálunk holnap és illetve hétfőn regenerálni és jól felkészülni a keddi mérkőzéssel. Tovább kell jutnunk, úgyhogy mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Azt gondolom, ha így küzdünk, hogy a második fél időben, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy nagyon szépen szerepeljük és eljussunk. Every match we wait to win, to 3 points, to... Minden mérkőzésen úgy lépünk pályára, hogy győzni szeretnénk, így utazunk Székesfehérvárra is. Mindenki úgy készül, hogy játszik, bizonyítani akar, és nem titkoljuk, hogy szeretnénk tovább jutni természetesen. Sikerülhet szerinted? Miért is sikerülhetne? Vidi is egy verhetetlen csapat, úgyhogy futballban bármi benne van. Sok szeretettel várunk minden szurkolót Fehérváron, mert nagyon sok szükség lesz rájuk. Biztos, hogy sokan fognak jönni a kupamesse, és már csak azért is, mert az utóbbi időben a videóton elleni meccs egy presztízs meccs lett. Úgyhogy szeretnénk kiszolgálni őket és tovább jutni.